Szevasztok, gyerekek! Jani, do the baby do! Ma másodjára csinálom azt a videót, mert az első videó nem sikerült. Második videó meg pont habcisztam. Ja, na mindegy. Úgy néz ki, hogy a mai nap videózás nem valami jó dolog. Nem valami jó. Ja, mert annyira hülyén tudtam összeizélni dolgokat foglalni most. Most megpróbálom újból. Ja. Megpróbálom újból. De ugye nem sokáig lehetek fatalékos. Ja. Na mindig, hát. No. Mit akartam mondani? Az a baj, hogy már olyan rég volt ez a komment, hogy hát nem rég volt, mert tegnap meg tegnap előtt. Csak most nem tudom, úgy érzem, hogy annyira no kell videózni, de azért megpróbálom. Ja. Nem tudom, mert most bennem van egy olyan nézés, hogy annyira nincs kedv. Te biztos látszódik, ja. De azért megpróbálok egy kicsikét, egy kis valamennyik. Na. A támogatási videóban, nem első, nem is abban, hanem az egyik videónál, azt hiszem a Jókedvű című videóban jött egy olyan komment, hogy semmi értelme ezeknek a videóknak, és látszik, hogy te nem vagy boldog, hogy jobb lenne, ha óra innék, és akkor boldog lennék óra. Hát... Pedig szállt, hát most kinek, hogy van értelme ezeknek a videóknak. Amit már mondtam, csak szeretik a videókat, mert néha-néha jönnek támogatások is, meg csak lájkolják, akkor csak számít valamit. Hát biztos nem azért lájkolják, mert azért, hogy csináljam a videózás, vagy szállnalomból, ahogy régen ugye mondták ezt, hogy szállnalom miatt csinál, kapod a donétot. Úgyhogy, ja, biztos nem a tét, hát... Azért, na... Meg most az előző videót, amit letöröltem, mert nem sikerült olyan jó... Simán csináltam, mármint nem selfie-bottal, de csak kell selfie-bot, mert... Valamikor csak nem jó. Valamikor olyan, azért mondom, kedvemtől sük, milyen a kedvem. És akkor jobban van kedvem tartani a telefont is. Na mindegy, nem tudom, ez most hogy jött ide, csak így most így ezt elmondtam. Ugye azt mondta a srác, hogy látszik, hogy nem vagyok boldog, mert minden. Hát azt aláírom, hogy ja, nem vagyok valami úgymond boldog, de hát ugye most nem akarok panaszkodni, ugye. Mert ugye nem szeretik, ha panaszkodok. Jó, néha ki lehet mondani a dolgokat, nem arról van szó. De hát ugye azt mindenki tudja, hogy na, de mi lenne jó nekem, meg minden embernek, hogy boldog lenne, legalábbis nekem igen, mert jó, ahogy mondta Ádám Mobil, és hogy minden kapcsolatnak van előnye, hátránya. Tehát, na, ugye nyilván ezzel már kimondtam, hogy mi lenne jó nekem, hogy egy barátnő, nő, hogy újra boldog legyek, mert ugye akkor itt voltak a csajok, akkor olyan jó érzés volt. Tényleg a kolyában lett volna. Barátok is ugye, meg a barát, értitek, hogy kettő ugyanaz. Hogy ahogy mondjam ezt, értitek. Most tök jó érzés volt nekem. Sose voltak itt nálam csajok, ugye hát. És akkor sokszor olyat éreztem a hasamban, hogy hú, ezt a érzést, hogy hát gondolom, hogy ezt a szerelmet éreztem bennem akkor sokszor. Ja. És, na, minden embernek jár a szerelem. Nekem is. Úgyhogy azért mondom, hogy én is tudok érezni. És annyira, hú. Ja. Na mindegy, hát én az ivásban már nem akarok boldog lenni. Én, nem tudom, még kell ezt előtetni. Ezt a dolgot, hogy most ja, igyak, meg minden. Ha nem akarom, akkor nem. Ilyen egyszerű.
meg kell érteni. Már nem akarom ezt a dolgot csinálni, mármint ezt aivás, bevaszós, lágyos, bizés dolgokat. Ilyen egyszerű. Ja. Meg a másik volt egy komment, a támogatási videóban volt, hogy hogy írta, hogy ó, hogy írta már? Pedig az tényleg tegnap írta támogatásra, hogy na már megint elkezdett Molnár Krisztián videózni, megint leállhatja magát, meg nem tudom még mi volt még, hogy basszabb ő is azt, vagy ő itt azt, hogy semmi értelme ezeknek a videóknak. Na mindegy. Azt, de mondom én, mivel, amit már százszor mondtam, mivel járatom le magamat? Azzal, hogy most videózok. Most néha nem tudok kiejteni szavakat, ugye, amit már mondtam, esetleg csak azzal, tehát akkor azért szerint senki se tökéletes, ahogy már mondtam, nem mindenki tud minden szavakat jól kiejteni, mindenkinek vannak hibái, gondolom én, minden embernek van úgyis hibái. Ja, nekem ezek a hibák, hogy egyes szavakat nem tudok jól kiejteni, angol szavakat, vagy ugye még néha magyar szavakat sem mindig tudok jól kiejteni, hát ez van, amit már mondtam, fejlődik, lehet fejleszteni magamat, ugye, de mivel mással nem tudom lejáratni magamat, ember, hát nem értem, miért írt ezt. Tehát, mondom esetleg talán, amikor látta, hogy majd jönni fognak csomag videók, mármint csomagok, és esetleg max azzal, mert hogy azzal ugye mindig kínlottabb a csomagbontás videókkal, mindig kínlottabb kibontani őket. Esetleg csak max azzal, mert mással tényleg nem, hát lássa mi. Ja, hát, de hát beszéltük is Mutára, majd meg fogja mutatni, hogy hogy kell normálisan kivoltani, meg minden, hogy ebbe is fejlődjek. Ja, majd nem gondolom. Na mindegy, majd azért mondom, majd megpróbáljuk úgy, hogy megmutatja Mutára, hogy hogy kell. Dobá is, ahogy ne legyen az, már akkor meg tudom, nem lenne értelme a csomagbontás videóknak, mert akkor meg pont azért nem fognak utára küldeni. Pedig azoknak a videóknak biztos lenne nézettségük, ahogy megtekintés. Még ha nem annyira, mint régebben, de lehet, hogy később jövőben majd, ha többször csinálnék ilyen csomagbontás videókat, akkor ja. De nyilván biztos, gondolom, előre ki lesz fizetve, mint eddig is, ugye ezek is mindig ki lettek régen is fizetve, a csomagvideók. Ja. Akik ugye írták tegnap, hogy, vagy tegnap előtt, hogy ketten már írták állítólag. Bár Burko is egyszer régen volt, aki írta, és mégse küldött csomagot, pedig ő azt mondta, azért írt nekem Discord szerveremen, még a másikon, a Mandóson, hogy azt mondta, hogy küld el egy csomagot, hogy lehet-e, meg minden, még a másik csatornámon. De nem küldött, pedig azt mondta, hogy beszélni akar velem privátban, mert fontos, és akkor utána itt ezt a csomagos dolgot, hogy akar küldeni. De ugye azóta se volt. Na mindegy, azért mondom, hogy nem tudom, hogy de most úgy néz ki, most ez a videó már jobb, mint az előző. Csak annyira fúj a szél is. És így olyan szal csinálni, mert mindig azt hiszem, hogy jönnek fatani. Hogy fúj a szél. Fúj a szél. Fúj a szél. Na, cigit meg nem hozom. Látják, azért mondom, zavarban vagyok. Új, fúj a szél. Fúj a szél. De most már jobb. És valahogy jobban el tudtam tényleg mondani a dolgokat. Ja, úgyhogy elég mondom visszatérve a boldogságról, hogy nekem most már csak ez az egy, ami a boldogság számít, hogy nem az ivás, hanem a legyen barátnő.
Majd egyszer. Amikor, mondom, amikor itt voltak a csajok, annyira jó érzés volt, amikor fogta a kezét, meg minden, stb. Tiszta jó érzés volt. Ja. Azért mondom, nekem ez hiányzik, akkor voltam a legboldogabb. Tényleg akkor, igen. Szóval jó, közben biztos abiatt is, hogy közben ittunk is, jó el voltunk. Tényleg akkor mindig el voltunk, mert minden. Egész a belvésgettünk, mert minden. Úgyhogy hát igen. Sajnos ezek mond elmúltak. Jó, néha benne mondok, hogy milyen jó lenne, de... Sajnos mindenki változik, ahogy én is, bár vannak, akik szerint nem. De én is változtam. Miába mondják, hogy egy-kettő úgymond negatív, hogy nem. Pedig hát akkor is tudom jól magamról, hogy változtam. Úgyhogy mindenki változik, persze. Ez van. Ja. Azért mondom, nagyon ritkán, de már mondom, már nem annyira már jutnak eszembe a régi idők, de néha-néha bennem vannak, hogy milyen jó voltak. Még 3-4 év ezelőtt. Ja. Hát ez ilyen. Ami elbúlt, az elbúlt. Ilyen volt akkor azt úgymond a YouTube sztár élet. Ha mondhatom azt, mert még jól tudom, nem voltam akkor nem az a fajta YouTube sztár, hanem hogy mondjam, mert hát inkább ahogy mondtam régebben is, hogy vagyis a támogatási videóban is, hogy inkább ez ilyen szállalom YouTube sztár, vagy nem tudom. Minden legyen YouTube sztár, az kész. De tényleg nagyon jól esett. Lehet, hogy akkor pont még nem úgy látszódott rajtam, de tényleg jól esett, hogy kaptam támogatást, mert már akkor se valahogy bennem volt valami érzés, hogy hát nem volt már annyira jó kedvem. Hát emiatt, mert hogy ugye néha bennem vannak ezek a érzések, hogy régen milyen jó volt, és sokszor emiatt nincsen, ha olyan van, akkor jó, nem nincsen jó kedvem. Ja. De majd biztos jönnek, hogy jaj, már megint csak sajnáltatás. Hát akkor nevezet adnak. Nekem lesz alapán a lényeg, hogy amit én nézek, azt én nézem. Nem te érzed ezt a réze is, hogy milyen jó volt régen. Hogy akkor voltak velem csajok is. Úgyhogy, ja. De aztán jól láttam, ma van a Ili Valentina, Nick Mao. Mert láttam őrbe is, ki aki látta. Hát akkor boldog Valentina volt mindenkinek. Ja. Csak nekem no. Majd egyszer talán, ha úgy hozza a sors. Pont régen néztem. Pont régen, mai nap, néztem Örvinek egy régi videóját, amikor nem csinált kihívás videót a fogammal. Mondom, megnéztem már, miket mondott régen. Ja. Érdekes volt. Hát óta sem nincs nő, pedig azt mondta Örvi, hogy jó, hát mert én nem keresek lőt, hanem nem jön magától ide, ahogy szokták ezt mondani. Ja, csak hát én meg ugye, amilyen vagyok, félénk, meg amit már százszor mondtam ezt is, hogy nekem nincsen olyan dumám, hogy most én, hogy beszélgessek. Csak ilyen alap dolgokat tudok. Fatoska is
írt reggel nekem, hogy na milyen a gép, meg jó korán felkeltem amúgy. Hát mondom neki, mivel már ilyen 21 óra fele mindig elalszok, fél 10 fele, így persze, hogy felkelek már ilyen hét után. Ja. Ó, de mennyivel jobb így akkor is kelni? Nem éjszaka felkelni, vagy éjszaka, rá délután. Az tényleg olyan szájézés volt, sokszor éreztem, hogy akkor aludtam 4-ig, szinte éreztem, hogy nem jó felkelni, hogy olyan, hát na, rossz volt. Ja, sokkal jobb így. És ugye biztos, hogy mondtam utána, és hogy emiatt is van az, hogy fogytam, hogy nem éjszaka, úgymond eszek és iszok. Úgyhogy én örülök neki, hogy már átálltam, és pedig hát régen, amikor mindig nyaraltunk, mindig olyan nehéz volt felkelni reggel. Ja, ideges is volt a fatalék mindig, hogy de még az, hogy meddig alszom, meg minden. A nyaralások az a lényeg, hogy fel kell kelni, már 7-8-kor akkor elindulni, ugye? Azt ugye én még mindig 10 után vagy nagy nehezen, felkeltem nagy nehezen. Na hát ez nem volt jó. Most meg már normálisan kellek tényleg. Most meg már nincsen nyaralások, már úgy. Hát, 2 éve biztos nincs. Ja. No, ugye mondtam már az okát, hogy mi. Mármint az egyik videóban már mondtam. Azt hiszem. Hogy mi miatt nincs. Vagyis ki miatt. Úgyhogy sajnos. Mert jó voltak, amikor bentünk Pestre, mert minden, azt tetszett az a korgyalálások. Ja. Ez van. Ez van ma. Elmúlt az elmúlt. Na. Tényleg nem értem, mi van ez, hogy néha úgy érzem, hogy a selfie-ot csak kell. De valamikor meg nem. Valamikor érzem, hogy jó. De valamikor meg azt érzem, hogy nem bírom tartani. Na mindegy. E van. Hoppá. Kijött egy kis büfi. Ja. Végül vettem egy Fortnite skint. A 3000 forintból, ami még maradt. Ah, mondom, és az a YouTube Premium annyira nem fontos, hát. Ha most néha-néha, ahogy meg észrevettem, nem mindig szoktam egy YouTube-on fellenni. Ritkán szoktam én fellenni, ahogy. Meg gondolkoztam, hogy mi legyen, mi csinálja. Igen, vettem egy Fortnite skint. Most már így már van értelme a Fortnite-nak, hogy jó gépen van hozzá, szép grafika, minden. Így már nagyon jó, így már 85-ös szintű vagyok. Ja, úgy csinálni kéne már most már gameplay videót is. Jó kis gameplay videót! Addig kéne az. Ja. Na mindegy, azért mondom, hogy az a YouTube Premium annyira nem fontos, meg úgy vagyok vele, hogy most néha megnézek egy-két videót, akkor annyi, hát. De ahogy tényleg nem nagyon szoktam már YouTube-on. Esetleg, ha nézem Ádám mobilt, ugye. De más nagyobb videókat nem nagyon, ja. Na jó van, azért mondom, hogy nem én mindent el tudtam mondani, amit akartam. Hát ugye a memóriám az majd még mindig, vagy csak a holnap végén lesz, a holnap elején megvéve.
Hát most, amit mondtam, mert ugye az okát azt nem mondom meg, hogy miért. Csak akkor lesz vagy. Ja. Ja, biztos észrevettétek a szemüveget, mindig az oldal szoktam, hogy itt piszkálni, felhúzni, nem itt középen. Azért, mert nekem az úgy nem jó, mert mindig akkor bele, hogy mondjam, az ujjam bele zélődik a üvegbe, az akkor már homályosodik, ugye. Én azért szoktam így oldalt így felhúzni, amikor kicsit lecsúszik. Ja, pedig sokan mindig ott középen azért van ott, hogy ott felhúzni, de én nekem én ott annyira béna vagyok. Én mindig valahogy akkor is egy picikét az ujjam belelók, belemegy a üvegbe, az akkor már homályos. De mindegy, hát ez van. Megesik az ilyen, nem? Ja. Hú, de a tényleg, amikor meglátta a PayPal-on 3700 forint, hát akkor már jobban örültem, mint a légelem, amikor kaptam 10 000-eket, meg 20 000-eket. Jobban örültem most tényleg, mint hogy kapjak nagy támogatásokat. De hogy mivel tudom ilyen lejáratni magamat, ez a szöveg, ami jött. Nem tudom, miért éreztet, amikor normálisan izélek, videózok, nem anyázok, nem szídok senkit, nem vagyok hülye, bár vannak, akik szerint még az vagyok, buta, de mindegy, nem vagyok, nem csinálom magamból pedig hülyét, hát ezzel a videózással, amit most csinálom, mi? Milyen lejáratot tudok? Hát mit? Én nem tudom ebben. De most tényleg, ezzel mit tudok? Nem tudom. Ez annyira úgymond kicsit zavar, hogy amit írt, hogy lejáratom magam. What? Hát de mivel? Hát itt vagyok és csinálom. Na mindegy, hát. Én most egy-két ilyen miatt, amit már mondtam, nem fogom abba hagyni. Húú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 ú
néha napján kapok támogatást. Így még jobban bennem van az, hogy igen, és nem szabad abba hagyni. Ja. Na jó van, gyerekek. Szerintem tényleg elmondtam mindent, amit szerettem volna. Hát ahhoz képest 23 perces lett a videó, a videócska. Hát sajnos az előző videó, amit vágtam volna fel, az nem jól sikerült, inkább azt letöröltem. Mert elég béna volt, akkor ezt is tölődre messe, jó mi? Ja. Ah, gyerekek, ezt az Epic Games támogatási Fortnite csupokkódot, hogy még mindig nem tudom megoldani. Pedig amúgy elküldtem nekik a PDF-fájt, meg minden. Utána írtak, hogy küldjek még egy, ugye kártyát csinálni, ilyen, mit tudom én, milyen adószéd kártyát csinálni. Hogy a kifizetés ki tudják küldeni, annak kártyát csinálni, ilyen PDF-fájt. Még egyet, azt is megcsináltam, aláírtam, elküldtem nekik, de még semmi. De hogy ez ilyen bonyolult tényleg ez a supportkódos létrehozás, hogy megkapjam. Pedig ahogy láttam, akiknek van supportkód, azok a Epic Games adnak nekik skineket. Állítólag, ha jól láttam. Ugye például ott van az a GMI, meg ott van a Matyolat, meg stb. Fortnite-osok, videósok, és azoknak láttam már ugye, hogy szoktak kapni ilyen skilleket. De nem tudom, most, hogy azért már, hogy support kódjuk van, vagy csak már, hogy videósok, de szerintem lehet úgy már, hogy videósok és azért, vagy nem tudom. Én ezen nem néztem utána, csak láttam, hogy a Epic Games meg a ajándékozta néha őket őszkénekkel. Milyen jó már nekik. Aj, de jó lenne nekem is.
Jó, hát van most 15, nem ugyan valamelyik videóban mutattam. Jó az, ahhoz képest most adok a tényleg évettem meg. Úgyhogy nem olyan, hogy most giftelték, mint régen ugye volt, amikor giftelték a Fortnite-ba a skineket, ugye Siflin Mo, aminek nagyon szépen köszönöm ugye, csak ugye azt már eladtam, mert úgy voltam vele, hogy nem Fortnite-ozok, mert meguntam, mert minden. De most megint megjött hozzá a kedvem így, hogy ezzel az új géppel lehet, hogy mit tudom én, pár hónapig még élvezni fogom a Fortnite-ot, utána majd megunom. Ja, ez így szokott lenni. Ja. De amúgy még sose vettem ezt a Battle Fast, vagy hogy kell kiejteni, ugye? Akkor vettem a legelsőnek, amit akkor mutattam a videóban ezt a Battle Fast, vagy Fast, hogy hogy kell kiejteni. Mert még sose vettem, hogy azt elfelejtettem mondani. Tudom, hogy no érdekel, de azért elmondom. Akkor vettem elsőnek ezt a Battle Fast. Még eddig sose vettem, és én hülye nem vettem. Jó, azért sem vettem eddig, mert hogy ugye mindig kérte a kártyát, a bankkártyát, hogy ha PayPal-ra fizettem volna a V-Back-ot. Ja. Úgyhogy amúgy én nem is tudtam sose venni Battle Fast semmi eszkédeket. Mert mindig kérte a bankkártyát. Ja. Ugye akkor nem volt még levulútom. De ugye most már van, így most már tudok venni bárhol, bármit. Ja. Úgyhogy most már így tök jó a Battle Fast, mert ugye most már rájöttem, hogyha megveszel a Battle Fast, akkor ha eléred a 100 szintet, akkor kapod skineket, ami ad a Battle Fast, vagy Pass, vagy kiejteni. Ez tök jó így, hogy akkor kapok skineket minden alkalommal. Ha úgy vettem észre, akkor minden alkalommal, hogyha ha jön majd új season, vagy chapter. Ja. Úgyhogy ez tök jó. Én még erről eddig sose tudtam amúgy gyerekig tényleg, aki esetleg Fortnite néző. Erről tényleg én nem tudtam, hogy van ilyen lehetőség, hogy kapol. Mert azt tudtam, hogy lehet ingyen skineket szerezni, ha megcsinálod a küldetéseket, de ezt nem tudtam, hogy így is kapolsz skineket ingyen. Úgymond ingyen, hogyha megveszed a Battle Fast. Fast, tényleg nem tudom kiejteni, hogy kell. Battle Pass, és tényleg nem is olyan drága. 900 V-Buck, és akkor ugye az majdnem ez, hát 2700 forint a V-Buck, hogy hogy van, ja. Hú, pedig akkor lett volna jó, mert azt hallottam egyszer régen, még hát úgy régen, még azt hiszem télen volt decemberben. Jó, mondom, aki Fortnite néző, esetleg néző ezt a videót, hogy volt olyan, hogy elírták az Epic Games a V-Buckokat, hogy ilyen 5 forint volt, vagy 50 forint, vagy 100 forint volt, és akkor mindenki vásárolt egy csomó V-Buckot, az volt neki több 100 millió V-Buckja. Ja, de hogy azóta is akkor az megmaradt nekik, azt nem tudom. De akkor én hülye, akkor, de hát akkor nem is tudtam volna, mert akkor még nem volt bankkártyám, Revolutom. Ja. Vagy várja, nem is tudom mondom, az mikor volt? Aki most mondom, Fortnite néző, az jobban meg tudja mondani nekem, hogy az mikor volt. Az, ahogy Epic Games elírta a V-Buckokat, az akkor mindenki ráment vásárlás, egy csomót vett. Hát, most már nem lesz ilyen, pedig jó lenne, most is lenne, az akkor vennék egy csomó V-Buckot, azt megvenném a csomó skineket. Tök jó skinekkel most már így, hogy úgymond, most jó, nem azt mondom, hogy saját pénzből, de végül is, igen, támogatásokból is volt, hogy vettem egy-kettő szkeneket. De hát, akkor azért mondom, hát akkor néző, vagy hogy mondjam, ja, néző pénzből vettem egy-két szkeneket, de legalább akkor is, most legalább bevallom, hogy miből vettem, mit vettem, nem olyan, hogy, na, értetek. Úgyhogy mindegy, hát sajnos nem tudom megcsinálni ezt a support kódos, pedig biztos nem lenne olyan nehéz, csak nekem nehéz, mert ugye ja, én vagyok ilyen, ahogy mondaná egy-kettő, hogy buta. De ha még nem csináltam ember ilyet sose, akkor hogyan? Na, úgy néz ki, még csak nem jönne.
Ezt a skint vettem meg most. Ugye mutatom, mielőtt megyünk cigizni. Látjátok, ezt vettem meg. Jó ki. Mondom, mostanában ilyen csajszkinek tetszenek. Mostanában ilyen csajszkinek tetszenek. Ja. Milyen pasi vagyok, akkor csajszkinek. Nem. Jó, mondom, hát vannak egy-kettő ilyen izéskinek is, pasikszkinek, de Terminátor, meg ilyen, amit vettem, de... Hát, csak tudunk még menni egyet cigizni. Hát, csak tudunk menni. Most már megjött a kedvem. Kicsit visszajött a kedvem a... Úgy néz ki, azért mondom, hogy ezért is szeretek videózni, mert utána valahogy majd picit visszajön. Ja, pedig már 30. Hoppá. Ember! De ezzel nem tudom magamat lejáratni. Mivel? Én mindig benne van ez. Mivel tudom lejáratni magamat? Hát néni? Mit írja ezt? Vagy csak az helyet írta, hogy letöröljem magam? Hát, no. Öcsike! Nem. Nem sikerült. Ja. Most tényleg még kell sajnálni, vagy azért, mert hogy jött támogatás. Most azért miért? Most még kell sajnálni, ha sajnálják is egy-kettő, nem tudom. Aztán 3100 forint, tehát tényleg nem... Most mondhatjuk azt, hogy tényleg nem nagy összed, de... Na, most még kéne sajnálni. Na mindegy, hát... de megijedtem. Nem látszott mi. Hát az írik szél, ha úgy bejön oda, hogy bejön úúúú. Hogy el tudok lenni videózgatni, mi? Ja, hát én mondom, én akkor is így szeretek videózni, és kész. Wow! Nem járatom le magamat. Most azért, mert néha jó kedvem van, az akkor kicsit ilyen gyerekesebb viselkedek. Jaj. Reméltem, még mindig hát bennem van. Bennem is marad örökké. Hát jó, valakiknek biztos az. Mondom azt, hogy jaj, félnek, hogy lehet, hogy megindulna kezdtek majd inni. Hát, ne aggódj. Biztos nem. Még akkor sem, ha lenne újfajta patos 2.0 patos. Ja, még akkor sem, hát. Már nincs az a pénz, hogy azért én megint. Úgyhogy, no. Ilyen nem lesz, gyerekek. De amúgy tényleg olyan, néha bennem van, hogy mi lehet padossal. Ja, kede is. Vajon ti tudjátok, hogy mi lehet padossal? Hogy eltűnt? Még az a e-mail címe is eltűnt. Még annól a Nextem, akkor még megvolt az az e-mail címem. Amikor arra jött a tonét. De már nem tudtam neki írni. Tölölve volt a e-mail címe, ami mindig küldte a donétet. Ja, hát jó kérdés, mi lehet vele. De akkor van tényleg jó sokszor küldte a pénzeket, jó sok kihívások voltak, hát. Ja, nem is jó volt, ahogy attól is voltam, persze jól éreztem magam, hogy jöttek a nagy donétek. Hát voltak előnye is, sok előnye is hátrányos, na. Tehát. Minden jó dolog elmúlik úgyis. Hogy szoktál mondani, gazdagság sem tart örökké. Ja, hát ez se. Ez se tart már örökké. Mármint a pados időszak, ami volt.
Ja. Van ilyen. Van ilyen. Na jó, a gyerekek. Nem tudom már, mit mondjam még. Tényleg mindent elmondtam szerintem, amit akartam. Az képest, hogy nem volt kedvem már videózni. Mindegy, meg a sikat ilyen. Ezért is jó videózni, mert a végén valahogy úgy is megjön a kedvem. Vagy nem. Vagy nem. De már kifogytam a témából, mindent elmondtam. Pedig azt mondták, hogy elég 10 óra fele jönnek. Hát már 10 óra 39. 40. 40! Csakol meg a senkem! Na? Nem? Nem a köllöd. Kicsit meg, de ennyire túlzásra nem kell minden a jó kedvet. Na mindegy. Jó volt az. Nem a lényeg, hogy már nem szoktam már az élattól függetlenül, úgymond. A légidők miatt már nem nagyon szoktam már könnyezni, meg sírni se. Régebben még, mit tudom én, vagy másfél éve, 2 éve még rám jöttek a, úgymond a könnyedések, sírások. Milyen jók voltak azok az idők, itt voltak a csajok, meg stb. Akkor még rám jöttek azok a dolgok, érzések, de most már annyira kinőttem belőle, úgy néz ki, hogy ja. Wow, jó mi? Hát jó, hát ide való. Ma 37 perc, meg jó, csodálatos. Videó, jó, adajánlatos videó. Ez lesz a címe. Petty Vlog, lejáratom magam. De mivel? Az a kérdés, hogy mivel? Nem tudom. Nem tudom. Ja. Tegnap láttam Herkules is a live-ot. Beteg live. Hát ha esetleg nézi, akkor jobbulást kívánok neki. Bár írtam neki. Ja. Szupercsetek küldtem neki egy 400 forintot. És akkor úgy írtam oda a szövegbe. Ja. Tök jó érzés, hogy tudok most már szupercsetezni, hogy van már bankkártyám. Ja. Hanem jó érzés. Hát. Jaj, de várom már ezt a memória napot. Ti kis várjátok. Nem mi? Csak én várom már. Ja, jó, mennyivel jobb lesz, biztos gondolom, jobb lesznek a dolgok. Kicsit még gyorsabb lesz a gép. 32 gigalom, hát dupla annyi. Nem 16 giga, hanem 32. Kickstone, meg ugye az azt hiszem 2-3 ezer valamennyi játszás, vagy mennyi. Ja. Na jó, most már tényleg elköszönök. Már tényleg kifogytam a témákból. Na most sem voltak nagy témák az itt. Kinek mi a téma? Nekem téma. Neked téma? Hát nem tudom. Neked volt témád? Ja most mondd meg. Hát neked volt? Vagy nincs? Na. És pabbas jöttek meg, Faték, láttam a kocsit, a dobbert. Pabbas jöttek, amikor befejeztem, amit akartam végig. Megjöttek. Ott az Opel. Opel. Siuu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 
Akkor most már tényleg el kell köszönni. Ha tetszett a videó, lájkold,
iratkozz föl, ha még nem tetted, és köszönöm szépen, ha megnézed a reklámot, és... Ennyi. Na, nem tudom, mit mondani. Sziasztok! Hello!